madarat. A következő madarunk egy feldek sólyom, egy kétesztendős hím, amelyel egy úgynevezett szatunázást, vagyis bábuzást fog bemutatni a sólymász. Ez szintén ez a gyakorlat a madár visszahívására, illetve edzésére, röpképességének javítására szolgál. Különös ügyességet kíván a sólyom és a sólymásztól egyaránt, mindkettőtől, tehát az embertől is és a madártól is egyaránt. Ez egy nagyon jól összehangolt munka, mert csak akkor látványos egy ilyen sólymász bemutató, egy show jellegű sólymász bemutató, hogyha ez egy összehangolt tevékenység. Tehát egy feldek sólyom, amely szatunázás, igen, ott van az a bábú, amely egy modell madár lehet. Nézzék meg, hogy ő arra koncentrál majd. Nagyon kitűnő a látása ezeknek a vadászmadaraknak. Éles karommal, nagyon erős karmokkal és csőrökkel áldotta meg a természet őket. Kis adalék a sólymászatról, egy kis anekdóta, illetve történeti információ. Genghis Khan 7000 fő sólymász sereggel rendelkezett. Mint mondotta, ez egy idézet a korabeli gyűjtésekből. Genghis Khan van, hogy a sólymászat kitűnő iskolája a hadászatnak. És látják, ez a jutalma, amikor a zsákmányra végül lecsaphat, természetesen ott nincs élelem, majd ezt a... Ja, de van. Aha. Ügyes. Ja, te un moment in care passeria s-a occupat locul a primit și recompensa. Szinte valamennyi királyunk nagyon szerette a vadászatot.